Ahogy 2013 óta minden évben, idén is megrendezte nyári táborát a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum, ezúttal három turnusban. Az idei táborok fő tematikája a múzeumi kiadványhoz kötődően a középkori templomok és várak Nógrád megyében volt, ehhez kapcsolódóan szervezték a tábor fő programjait is. Állandó elem egy-egy középkori vár és egy-egy középkori templom megtekintése, tehát minden héten. Így leginkább Maconkát szoktuk megmutatni a gyerekeknek, hiszen ott egyedülálló az a középkori freskó részlet, ami hál' az Istennek nagyon jó állapotban maradt fenn. A helyi várak közös Salgót szoktuk megnézni a gyerekekkel. De ezeken túl is számos külsős, aktív programot szerveztek a gyerekeknek, maradt azonban idő a kötetlenebb, a múzeum épületében zajló foglalkozásokra is. A kézműves foglalkozások mellett is, illetve esetében is a középkori tematikát próbáltuk szem előtt tartani, így a gyerekek világítós festékkel lovagokat festhettek, illetve egy ilyen előre laminált sablonfigurát színezhettek ki, amit haza is vihettek, és a színezők is nagyon népszerűek, nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek közében, és ez a tapasztalat, hogy erre is adtunk lehetőséget. Vármakettet is készítettek, illetve ilyen középkori kódex illusztrációk mintájáról mini lovagokat is tudnak készíteni. Mivel az üvegvárosban vagyunk alapvetően, helyileg a múzeum a leginkább, tehát itt az üvegfestés is egy olyan téma, amit elő szoktunk venni. Az idei utolsó turnusnak egy különleges programeleme is volt, hiszen ellátogatott a múzeumba a Dvorák Patka Színház, akik egy különleges pantomin előadással szórakoztatták a táborozó gyerekeket, illetve más érdeklődőket is, hiszen ez egy mindenki számára nyitott esemény volt. Ennek a játéknak a címe a Játszunk Pantomimet. Azt kell tudni róla, hogy ez inkább az alsós korosztálynak szól, és egy interaktív pantomim játék, amiben tanulnak is a gyerekek az elején egy kis pantomimet, hogy aztán később ezzel együtt is tudjunk játszani. Egyébként meg rövid, vicces és kacagtató kis történetek sorozata.